Ezúttal szeretném bemutatni önöknek a mai este előadóját, dr. Papp Norbertet, aki a Pécsi Tudományegyetem oktatója, illetve a Szulejmán kutatócsoportnak a vezetője. Papp Norbert geográfus, történész, a Balkán és Kelet-Mediterrán térség kutatója, és érdeklődése napjainkban terelődött, illetve az utóbbi időszakban terelődött az iszlám világ felé. A mai előadásunk témája, ahogy önök is tudhatják, a Szigetváron folyó Szulejmán szultánnal kapcsolatos kutatások. Tiszteltetésnek kérzem, hogy ez az előadás lett a jubileumi 6. évfordulós előadás, és hát ilyen tényleg egészen elképesztő számomra, és hát a terem végéig nagyon sokan eljöttek. Sok dologban szerettem valahogy beleszólni. Az egyik, hogy akit érdekel, hogy valójában hol van a tűrbeszöny, nyilván nem fogadja el, a interneten rágúgiznak Szulejmán szultán projekt kérdésekbe fog jönni. Önök 10-11 hónapja dolgoznak, ezen 10-11 éve, és ez egy nagyon kedves ötlet volt, hogy felajánlott azoknak, hogy keresse meg, de mivel kizárólag önöknek van ehhez jogosultságok, mert egy turbológus régész áll rendelkezésükre, aki ráadásul a környéken alkalmazott, és ehhez önöknek meg van megfelelő pénzösszegű, önök ezt megtehetik. Ezek Szokoló Mustafa idején készültek, Dunaparton, Mocsaras területre, vöröstenyő oszlopokat szúrtak le, és erre építették a hatalmas kőépületet. De van egy nagyobb parlament ország, mert 1904-ben adták át. Mocsaras területre épült ugyancsak oszlopokra, és erre került rá egy 5 méteres beton lap, amin a szájára helyezték az épületet. Először láttam képeket az ott fellelt leletekből, porcelánokból, kerámiákból. Hogy lehet az, hogy egy ilyen szenzációs leletet majdnem egy évig titokban tartanak? Egyszer azt hallottam, hogy azért, hogy a locsinált a régészeknek turkálják össze a köréket. Ugyanakkor, hogyha hajlanak ezeket már felfedezték, nyilvánvalóan elvitték a előhelyről, tehát lehetett volna publikálni. Következő lépés ezzel kapcsolatban, hogy Durhan Atasoy, török professzorasszony közölte, hogy az önök által fellelt leletek között, illetve vannak 16. századiak, vannak 19. századiak. Most egy önmagát komolyan vező régész, nyilvánvalóan tudatában van annak, hogy ha egyetlen előhelyen több korból származó leletek találhatók, akkor nagy valószínűséggel a legfiatalabb lehet az utolsó. Thank you.
térkép körülbelül 95 évvel azután készült, hogy lebontották a tűrvét. 95 év alatt nem hiszem, hogy a törököknek a németek felé való váratadás és területátadási idején azzal töltötték az idejét, hogy elbüntessék a nyomokat. És az első, már a legelső katonai térképen, második Józsa térképen nem szerepel senki ilyesmi. Miért kellett titoktartási nyilatkozatot aláíratni azokkal, akik a projektben részt vettek? Ezt először nekem is felajánlották, mert később erről már nem kerül sok. Tehát a titkosság nem, tehát a felek által aláírt szerződésnek van egy olyan pontja, hogy ezt nem titkos, hanem hogy mi bizonyos korlátok között nyilatkozhatunk erről, és a bejelentéseket a megbízók akkor teszik meg, amikor jónak látják. Ennyi. Az ön által jelzett lelőhely, tehát ez valóban ismert, ezt megvizsgált, nem csak mi, mert már korábban, tehát előttünk ezt megvizsgálták, kolléganő is korábban már hangzik, hogy ezt erről tudomást szerzett, és arra a következésre jutott, és mi is arra a következésre jutottunk, hogy ott nem lehet. Tehát nincs ilyen nyom, a források nem mutatnak erre, nincsen törmelék. Tehát az ön elképzelés alapvetően bizonyos Google Earth felvételeknek a egyfajta értelmezésén nyugodott, vagy nyugszik, és hát ez az egyik, mondjuk úgy, hogy ez egy ilyen hipotetikus feltételezésből van még néhány. Tehát nem, nincs ott. Ennyi. Tehát nem tudok más mondani. Tehát, hogyha lett volna, akkor oda lehetett volna menni, találni valamit, és megkeresni, és akkor el. Egyébként pedig a józan ész pedig ugye azt parancsolja, hogy annak az a környék az nem egyszerűen csak egy ilyen síremléket rejt valahol magában, hanem még rengeteg minden más. Tehát csak a mi vizsgálati területünkön hihetetlen mennyiségű lelőhely van. És nagyon sok detektoros, fénykeresős, kincskereső is van azon a környéken. És ez valóban egy szempont volt, hogy mi nem szerettük volna, és egészen a legutóbbi időkig nem is mutattunk térképeken se erről a helyről, amíg ennek a biztosítása meg nem történt. Tehát eszünk ágában nem volt azt a labdát feldobni, hogy mi ezt időjekorán bemondjuk, és egy éjszaka, vagy két holdvilágos éjszaka, oda megy néhány ilyen ember, detektoros ember, és szétbarmolja a lelőhelyet, azért meg kiszedjen néhány ezüst, vagy nem tudom, valamilyen nemes fény. Bocsánat, az Ossántit, hogyha önök elvitték már a lelőhelyről a leleteket, akkor azok már nincsenek veszélyben, azt már lehetne publikálni. Ez ennél sokkal bonyolult a kérdés. Most minket is követnek bizonyos szabályok, hogy mikor mehetünk ki, milyen engedéllyel, stb. És hát mondjuk a szőlőbirtokos nem rajongat azért a gondolatért, hogy a szőlőjébe elkezdjünk furkálni, és a szőlőknek a gyökereit ott nem tudom szaggatjuk. Tehát azért aki vidéken ért már, hogy járt, azért tudja, hogy ez nem egyszerű egy kert. Ez nem egy szántóról van szó. A történet az 1980-as években kezdődött, amikor megismerkedtem Molnár Józseffel. Molnár József építész volt, és a magyarországi török emlékeket kutatta. Erről könyvei is jelentek meg, egyrészt Budapesten, másrészt Ankarában. Törökországban számos történész, építész, régész mondhatta barátjának, és halála óta számos munkája kiadatlan. Ezek a munkák arra várnak, hogy egyszer majd a világ szem elé tárulnak. Közös érdeklődésünk folytán egyszer a kezembe nyomott egy 11x15 cm-es fotómásolatot egy térképről, amelyet a bécsi Trix archívból szerzett be. A fotó Leandro Angiszola térképét ábrázolta,
amelyet az olasz hadmérnök a szigetvári várat a törökök által a németeknek való átadása napjaiban készített. Ezen a térképen szerepelt Szulejmán szultán síremléke, amelyet azóta lebontottak. A térkép a síremléket az Almás pataktól keletre ábrázolja, de Molnár elmondta, hogy hiába keresték többen is, ő valahol talált egy olyan adatot, mely szerint a patak vizét valamikor elterelték, és a sír azóta a pataktól nyugatra fekszik. Molnár azt is elmondta, hogy háromszögeléssel könnyedén be lehet határolni a helyszínt, hisz az ő személyes mérései alapján a térkép hihetetlen pontosságú fér. Ebben az időben tekintettel a fennálló politikai rendszer specialitásaira még nem volt lehetőség sem légifotók magánjellegű igénybevételére, ugyanígy a műholdképek is elérhetetlenek voltak. Sok évvel később nekiálltam a keresésnek, majd 2004-ben megrendeltem a főmitől egy légifelvételt az adott területről, amely 2002-ben készült. A feltevésem tehát nem Google Earth képek elemzésén alakszik, amint azt Pap Norbert állítja. Erről ő is tudomást szerezhetett volna az internetre sok évvel ezelőtt feltöltött rövid ismertetésekből. A rendkívüli hadmérnöki pontosságot egyértelműen elősegítette az a tény, hogy a környék legmagasabb pontjából volt lehetősége a szögeket megmérni. A távolság mérésére ilyen pontos lehetőségek ugyan nem voltak, mégis a térkép méterre pontosan jelöli meg a tűrbe helyét. Ez a legmagasabb pont pedig a szigetvári várban található Jami minaretje volt. Feltételezve azt, hogy Molnár Józsefnek igaza volt a térkép pontosságát illetően, abból indultam ki, hogy mivel a szigetvári vár keleti oldalát nem építették át, nem módosították a történelem során, ellentétben az északi és a nyugati falakkal, ennek a falnak a meghosszabbított vonalához mértem hozzá azt a szöget, amely a vár délkeleti pontjából mérve a fal meghosszabbított vonala, és ettől a ponttól a tűrbéig vezet. Ezt a szöget rámérve a légi fotóra, az adott távolságban, ahol a térkép a tűrbét jelezte, egy furcsa, sötétebb ötszögű folt mutatkozott a színes légi felvételen. Mi lehet az? Egy sötétebb rész az erdőn belül megmagyarázhatatlan. Autóba ugrottam és odautaztam. A helyszínen kerestem a sötét foltot, de ott csak egy tisztást találtam. A helyi favágókkal beszélgetve kiderült, hogy az erdőnek egy ötszög alakú részét egy évvel korábban kivágták. Panaszkodtak is, hogy eközben egy védett rétisasfészket is elpusztítottak. A magyarázat csak később ugrott be. Amikor az erdő közepét 1566-ban kivágták, hogy ott a tűrbét felépítsék, a környező részen megmaradtak a magas fák. Amikor az épületet a 17. század végén lebontották, és az erdő ezt a területet is birtokába vette, a külső erdő rész már megérett a vágásra, így csak azt vágták ki, a belső terület pedig megmaradt érintetlenül. Később a belső részt vágták ki, amikor azonban a tűrbe alapjainak otthont adó részen a fák még nem érték el a megfelelő magasságot. A külső és belső részt így felváltva vágták, pontosan megőrizvén így a két terület élesen elkerülő határát. Ez a gyakorlat, hogy hol a belső, hol pedig a külső részt vágták ki, évszázadokon keresztül mind a mai napig megőrizte azt a kontúr, mely a korábbi épület területét jelentette. A helyszínen talált tisztás volt ennek a 2004-es állapota. A külső rész előbb vagy utóbb kivágásra került, de a belső rész most arra elgazdasodott, elcsungelesedett, elég nehéz megközelíteni. Ha azonban valóban a sírhely megtalálására folyna kutatás, ez nem lehetne akadálya a munkának. Amikor a szultán meghalt, a források szerint a sátrában temették el. Ez a hely távolabb volt az általam gyanított helytől. Ekkor ugyanis a sátor olyan távol kellett, hogy álljon a vártól, hogy azt a várból kilőtt ágyúgolyók ne érhessék el. A vár elfoglalása után már lehetőség volt arra, hogy egy közelebbi helyen építsék fel a szultán síremlékét, hiszen ekkor már nem jelentettek veszélyt az ágyúgolyók. De térjünk vissza a légifotó sötét ötszögű foltjához. A helyszínen professzionális GPS vizsgálatokat végeztünk, természetesen Pap Norbert ezzel nem foglalkozott, ezért állította a Junus Emre központban azt, hogy az elképzeléseim Google Earth térképek elemzésén alakult. Jóval később az időjárás hozott szerencsét a vizsgálódásunkban.
Egy erősen csapadékos időszakban történt látogatásunkkor a szemünk elé ötlött az az árak, amely annak a vizes áraknak maradványa, amely valaha vízzel vette körül a szultán sírját is magában foglaló építményt. A hosszasan tartó vizes időszak vízzel töltötte fel azt az árkot, amelyre a GPS vizsgálatok során csak gyanakodhattunk. Szemünk elé tárult az az U-alakú vízzel telt árok, amely meghatározta az épület külső falainak fekvését és méreteit. Az árok mélysége kb. Fél és másfél méter között lehet, és formája pontosan követi annak a rajznak az arányait, amelyet Eszterházy Pál nádor készített a helyszínen 1664-ben. Ekkor derült ki az is, hogy az épület elhelyezkedése pontosan követte Mekka irányát, azaz a küblét vagy arabosan kiblát. Nézzük meg most azt az összehasonlítást, amikor Angissola térképét összevetettük a 2002-ben készült régi felvétellel. Jól kivehető az erdőben a jóval sötétebb ötszögű terület. Ha pedig Angissola térképét rávetítjük II. József első katonai felméréshez készült térképére, ugyancsak meglepő dolgot találunk. Egy csillag, amely valószínűleg malmot jelképezett, és mely azon híd mellett állhatott, melyen át a Türbe az országút felől megközelíthető volt, apró épületek jelzését látjuk. A későbbiek során valamikor valaki még egy ceruza négyszöget is odarajzott a térképre. Mindez arra utal, hogy az adott helyen még megmaradhatott valami a korábban ott állt türbéből, vagy az azt körüllevő falból. A néhai türbe közvetlen közelében folyik az Almás-patak, mely egy helyen kiszélesedik. Ezt a pontot a helyi lakosok, akik gyakran járnak ide horgászni, gátnak nevezik. A feltételezett gát azonban aránytalanul nagy egy másfél-két méter széles patakhoz. Maga az építmény szerkezete sem a hagyományos gátépítésre utal, hanem valami másra. Valószínűleg egy oszmán-török híd alapjaira épült itt a korábban Festetics, majd Andrássy gróf tulajdonában lévő vízimalom gátja.
Ez volt tehát valaha az a híd, amelyen a látogatók az országútról átjuthattak a patakon, Szulejmán szultán egykor itt állt sírjához. Nézzük meg ugyanezen a térképen azt a területet, amelyet a hivatalos kutatócsoport kinevezett eltűnt városnak. Kevesebb mint 100 év alatt nem tud eltűnni egy ekkora város a földszínéről. Ráadásul Papp Norbert szerint a fellelt, de soha senkinek meg nem mutatott város mérete két mahalle nagyságú. Tudnunk kell, hogy a mahalle egyrészt nem területmérték, hanem adminisztratív egység. Másrészt felmerül a kérdés, hogyan tudta megállapítani egy újonnan felfedezett város méreteit, amikor nem tárták fel az egész területet. Annyira nem tárták föl, hogy a meghívott török szakembereket sem engedték oda ahhoz a lelőhelyhez, ahol a majdnem egy évi kutatás alatt talált leleteket felelték, és amelyről tudjuk, hogy Nurhan Altasoy professzor nem fogadta el azok 16. századbeliségét. Az egész meglehetősen gyanús, és nem könnyű meghatározni, mi az oka annak, hogy a Tikától jelentős összeget megkapott kutatócsoport elzárkozik a valódi terület megvizsgálásától. Szeretném, ha a valódi kutatás folytatása érdekében azok a török szakemberek, akik a helyszínen jártak, és információim szerint nem láthattak semmit, kifejtenék véleményüket a kérdésről. Amennyiben becsületes hozzáállás van a dolog mögött, úgy csak szakmai inkompetenciára gyanakodhatunk. Szigetvár várából észak-észak-kelet felé tekintve, ha követjük az Almáspatak folyásának irányát, pontosan arra az erdőre látunk, ahol egykor a szultán türbéje állt.